Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Engedjék meg egy személyes kezdéssel, ugyanis mint minden műsorvezetőnek, riporternek, nekem is voltak vágyaim, álmaim riportalany terén. Az ember megszólít politikusokat, hírességeket, színészeket, művészeket, amiket nem felejt és mindig büszke rá, de az én álmom most teljesül, ugyanis a stúdió vendége maga a Mikulás, akit köszöntök nagy szeretettel. Hát szervusztok, gyerekek, szervusz, Csilla. Hát én olyan nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek, és ebben az időszakban, amikor nincs nagy lehetőségem arra, hogy a gyerekekkel közvetlenül találkozzak, így legalább így a kamerán keresztül tudom üdvözölni őket. Szervusztok, szervusztok! Mi örülünk igazán, de van egy feladatom, ugyanis megérkezett a Manó, aki hozta neked a maszkot, ezt át is adnám, hogy tudjál majd beszélgetés után menni a gyerekekhez. Köszönöm szépen. Ez megint a Kárampusz műve volt. Nagyon sok csínt, borsot tört az orrom alá, és elvitte tőlem a maszkomat. Egy nagyon szép maszkom volt. Majdnem ugyanilyen, amivel tudtam volna menni a gyerekek közé, illetve most már tudok is, és elcsente az asztalomról. Hát akkor Kárampuszról beszélnünk kéne pár szót, mert őt még nem annyira ismerjük, ki is ő, és miért rosszalkodik? Hát Kárampusz tulajdonképpen egy aranyos ördög fióka, csak nagyon szereti a csokoládét. És ennek érdekében, hogy megszerezze a Mikulás csokoládéját, minden rosszaságra képes. És felbújtja az északi boszorkányt is. Hát képzeld el, 3 évvel ezelőtt történt, ha jól emlékszem, hogy az északi boszorkány ellopta a süvegemet. Akkor, amikor akartam indulni a gyerekekhez, akkor vettem észre, hogy nincs süvegem. Hát süveg nélkül pedig nem Mikulás a Mikulás, nem tudja kivinni a csokoládét, és szerintem Kárampusznak is ez volt a célja, hogy a csokoládét minél gyorsabban, minél könnyebben megszerezze, és nem kint a gyerekektől kell ellopja, hanem tőlem szerezze meg a napi betevő falatját. Hát ez az én Kárampuszom. Aki, hát akkor elmesélem nektek, ugye egész évben azon dolgozunk, hogy a gyerekeknek mindenféle ajándékot, és természetesen csoki mikulásokat is gyártunk. De hát ez nem egy nagy gyárban történik, hanem sok kis csokoládé üzemünk van. És a nagy csokoládé expresszel szállítják oda az elosztó központba a csokoládét. És azt hiszem, tavaly előtt történt, amikor hiába vártuk a vonat érkezését, nem jött. Hát akkor Rén Rudolf felügyelő, aki nem más, mint az én kedvenc rénszarvasom Rudolf, aki a hobbija az, hogy magánnyomozó, elindult a Csokoládé Express keresésére, és nagyon-nagyon nagy szerencsénk volt, hogy megtalálta természetesen Kárampusszal együtt. És így újra megmentettük a december 6-át, újra volt csoki Mikulás, amit el tudtam vinni a gyerekeknek. Tudom, hogy még sok aranyos történet van a tarsolyodban, mondhatni stílszerűen a zsákodban. Fogunk erről beszélgetni, de egy kicsit ugye ebben a műsorban portrébeszélgetéseket látnak és hallhatnak a nézők, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a Mikulás portréjáról. Az első érdekes kérdés, legalábbis azok számára, akik nem ismerhettek téged gyerekként, hogy egyáltalán a Mikulás volt gyerek? Hát persze, hát minden Mikulás volt gyerek. Minden elkövetkezendő Mikulás lesz is gyerek, és hát már én is öregszem, remélem minden Mikulás lesz nyugdíjas is. És a nyugdíja majd úgy telik, ahogy ő azt elképzelte, és amire vágyódik, hogy a házába a sok-sok gyerekrajzot, ami a falon kint van, nézegeti, mosolyog, a gyerekek leveleit olvasgatja, és melegség tölti el a szívét. Hát én is voltam gyerek. Nagyon-nagyon sokat játszottam kinn a rénszarvasokkal, hisz egy Mikulás gyerek feladata mi más, mint hogy megismerkedjen a rénszarvasokkal, és közel kerüljön hozzájuk, elfogadják egymást, és azzal a rengeteg Manóval, aki lent dolgozik a gyárban. Velük is közvetlen kapcsolatot kellett létesítenem, és mindig kikérdezett Télapó apám,
és megkérdezte, hogy aznap éppen a gyárban mivel foglalatoskodtam. És amikor eljött az idő, és ő úgy gondolta, hogy már nagyon megfáradt, hát akkor én elkezdtem őt helyettesíteni, és már hosszú-hosszú évek óta járom kelem a világot. Igen. A kérdés az, hogy a csokoládét szereti a Mikulás. Hát ez nem kérdés. Ez nem kérdés. A Mikulás nagyon szereti a csokoládét, és ez sajnos meg is látszik rajtunk. És a tejcsokoládét, az étcsokoládét, a mogyorós csokoládét, mindenfajta csokoládét szeret. Még oda is kell figyelni, hogy azért a gyerekeknek is maradjon, de hát azért ez a veszély nem fenyeget bennünket. Térjünk vissza a családvára, hiszen van egy őse a Mikulásnak, akit Szent Miklósnak hívnak, és talán innen indul a történet? Hát igen, ez egy nagyon-nagyon megható történet. Szent Miklós, Miklós püspök volt, aki egyszer nagyon régen sétálgatott a város utcáin, és nézegette a kopár fákat, és egyszer csak összeütközött egy síró kisfiúval. És megkérdezte tőle, hogy hát te miért sírsz? Tehát fáj valamit? És akkor a kisfiú elmondta, hogy ő fázik és éhes. És a legnagyobb bánata az, hogy az édesapja, aki Tímár, el kell adja a három lányát, mert olyan szegények. És meg is nősülhetnének, férhez is mehetnének, de nincsen pénz arra, hogy férhez adja őket. És ezen egy kicsit meghatódott a Miklós püspök, elővett pár garast, és mondta a kisfiúnak, hogy gyere, elmegyünk, veszünk kenyeret és ennivalót. Beletették egy kosárkába, és a kisfiút haza küldte, majd miután hazaért a házába, elgondolkodott, hogy hát én nekem tulajdonképpen már mindenem megvan. Hát azzal a plusszal, ami még van nekem a kincseimmel, akkor csinálok legjobbat, hogyha ezzel megajándékozom ezeket a szegény embereket. És fogta az aranyrögöt, három aranyrög volt a ládikójába, belehelyezte a kis piros zacskójába, elment a Tímár házához, és bedobta az ablakon. Hát másnap találkozott újra a kisfiúval, aki már nagyon boldog volt, és megkérdezte tőle, hogy hát jól laktatok? És mondta, hogy igen, igen, és képzeld el, Miklós püspök, hogy mekkora szerencse ért bennünket, most már az egyik nővérem férhez tud menni, mert kapott egy aranyrögöt. És akkor még beszélgettek egy kicsit, boldogságban elváltak, és éjszaka megint gondolkodott Miklós püspök, hogy ott van még az a két aranyrög a ládikójába, amire ő neki tulajdonképpen nincs szüksége. Betette megint a kis piros zacskójába, elment a Tímárházához, és bedobta az ablakon. És mind a három leány férhez tudott menni, és boldogságban értek később. És ez lett az elődje annak, hogy a Mikulás december 6-án esténként, hogyha jók a fiúk, a leányok, a gyerekek, és kihelyezik a valamit valamiért, tehát kihelyezik a csizmát, a cipőt, kipucolva az ablakba, akkor mindig tesz bele egy ajándékot. És erre emlékeznek Szent Miklósra is, és a Mikulás boldog, mert a gyerekek is boldogok. Gyerekek sokszor kérdezik meg, hogy vajon mit csinál a Mikulás nyáron? Hát nyáron, mit csinál nyáron? Hát nyáron a Mikulás nem nyaral. Nagyon sok gyerek van, nagyon sok játékot kell készíteni, nagyon sok levelet kell szerencsére elolvasni, ahhoz, hogy majd, amikor eljön a december 6-a, akkor már felkészülten tudjunk elmenni a gyerekekhez. És szerencsére nagyon sok rajz van, amit lehet nézegetni. És arról lehet következtetni, hogy ez a fiú, ez a lány, aki rajzolta a képeket, az most tulajdonképpen milyen lelki világa lehet. Mert hogyha szépeket, szép fákat rajzol, akkor az egy boldog gyerek. A rajzokból nagyon sok minden kiderül, hogy ki az, aki szeretne találkozni a télapóval, de szomorú, mert valószínű olyan körülmények közé került,
És akkor próbál a Mikulás is segíteni valamilyen formában, hogy ő is egy boldog gyermek legyen. Egy picit hagyom a Mikulást pihenni, és addig elmesélem, hogy nálunk ez hogy működött gyerekkoromban, ami szép emlék, és mindig a családhoz köt. Mi este vártuk a Mikulást, többnyire napos munka volt, hogy tényleg gyönyörűen ki legyen fényesítve minden cipő. Mi általában odaloptuk még a babák cipőjét is, biztos, ami biztos, hát ha még van maradék, amit oda is be lehet rakni, és aztán kitettük az ablakba, majd elmentünk, vagy sétáltunk egyet, és hogy nem, mindig az történt, hogy mire hazaértünk, azt láttuk, hogy tele vannak a cipők. Leginkább nyilván mi is a Csoki Mikulásnak örültünk, de akkoriban divat volt mogyorót rakni bele, narancsot rakni bele, mindenféle gyümölcsöt, és nagy öröm volt kibontogatni, és bizony sokat enni. Annyit, amennyit nem is kéne, de egyszer egy évben, december 6-án ezt meg lehet tenni, és örömmel látom, hogy a Mikulás nem aludt el, csak egy kicsit ez alatt a történet alatt. Miért pont csizmába rakjuk, rakja a Mikulás az ajándékot? Hát, mert a csizmából nem esik ki. Az egy biztos dolog. És mennyire igazságos ez, mert ugye van, akinek 47-es lába van, van, akinek 27-es lába van. Hát igen, de... Nem a csizma méretén múlik az, hogy mennyi ajándékot kap. Azon múlik, hogy mennyire volt jóságos az, aki kapja. Ahhoz képest kap ajándékot, és most is kap diót, mogyorót, és narancsot, és almát. És nagyon sok gyermek nagyon örül neki, hogy ilyen ajándékokat kap a csizmájába. És ne gondoljuk azt, hogy a gyerekek arra vágynak, hogy valami nagy, meg szánkót kapjon, a télapótól, ő azt a csekély kis csomagot várja csak, és ha kap bele egy virgácsot, akkor ő megérti, és tudja, hogy megérdemelte. Nagyon sok gyerek, aki hallotta, hogy beszélgetni fogunk ma, megbízott néhány kérdéssel, feladatokat kaptam többek között ezt is, hogy mennyire bírja még a Mikulás hallgatni a Télapó itt vagy, vagy jöjjel kedves Télapó című énekeket, versikéket. Nem lehet ezt megunni? Nem lehet megunni, mert minden gyerek másképp énekli. Minden gyermek mást akar kifejezni vele. Más érzelmek vannak a dal mögött, és az az akarat, ami látszik a gyermekeken, amikor éneklik, hogy ő ezt pontosan szeretné énekelni, nem akarja hamisan, és a célja az, hogy minél közelebb kerüljön, és a célja az, hogy a télapó utána mosolyogjon, megsimogassa, és adjon esetleg egy szaloncukrot érte cserébe. Szóval örömmel hallgatod, kedves Mikulás. Én örömmel hallgatom mindegyiket. Mindegyik más. Lehet, hogy az egyszerű ember úgy hallja, hogy ugyanazt éneklik már 10-szer, 20-szor. Én meg úgy gondolom, hogy mindig mást énekelnek. A szöveg az hasonló, a szöveg majdnem mindig ugyanaz, de a dal, amit én hallok, az más. És akkor most emlegettük már a pocakodat, de mivel ilyen megbízásom is van, hogy ezt megkérdezem, nem tudom, hogy a kisfiú, aki erre megkért, mire készül, hogy mivel szeretné ő várni a Mikulást, mert ugye tudjuk, hogy hagyomány szerint tej és keksz. Viszont azt mondta a kisfiú, hogy feltétlen kérdezzem meg, hogy mi a kedvenc étele a Mikulásnak, mit szokott enni, Mikulásné mit főz leggyakrabban? Hát nagyon szeretem a tejet, az így van. Nagyon szeretem a kekszet is, de a sütemények, ha visszafele megyünk egy kicsit, akkor a sütemények közül az almás pite a kedvencem, mert azt hóanyó nagyon-nagyon finoman tudja elkészíteni nekem, ugyanis jóval vastagabb az alma réteg benne, mint maga a tészta, és ettől olyan igazi, finom, ízletes fahéjas. És én nekem a fűszerek között a fahéj az egyik nagy-nagy kedvencem. Hát mivel a Mikulás téli, én nekem nagyon nagy kedvencem még a kocsonya, és én úgy gondolom, hogy magam is nagyon finomat tudok főzni. Meg szoktam lepni hóanyót itt december közepe tájékán, amikor a hatodikai nagy-nagy dömping lezajlik, akkor egy kicsit leülünk, én főzök egy kocsonyát, leülünk egy asztalhoz, elbeszélgetünk, hogy milyen volt az év, milyenek voltak idén a gyerekek, és azt, hogy szépen elfogyasztjuk.
És Huanyó is nagyon szereti, hál' Istennek, igen. Beszélgetésünk elején már egy nagyon aranyos történetet megosztottál velünk. Volt-e még más olyan furcsaság, amire visszaemlékszel a munkád során? Ó, hát nagyon sok furcsaságom volt. Például az egyik ezek közül, az az egyik gyárban történt meg. Mi is korszerűsítünk, és már nem csak a manók dolgoznak a gyárakban, hanem robotok is. És volt egy robotunk, aki furcsán viselkedett az egyik csokoládégyárban. Mégpedig olyannyira, hogy nem csoki mikulásokat, hanem csoki nyulakat kezdett el gyártani. Hát teljesen kétségbe estünk. Természetesen odahívtuk az egyik német gyártóját a robotnak, aki minden tesztet elvégzett rajta, mindent újra lefuttatott, és semmi furcsaságot nem talált, csak egyet, hogy a robotnak a hátuljából kilógott egy fekete farokrész, aminek nem kellett volna ott lenni, és akkor néztük, mi van. Hát ki volt benne? Csak nem a rákampusz. Hát a kárampusz. A kárampusz beöltözött robotnak ez a nagy csokoládé igénye, hogy majd úgy szerzi meg újra a csokoládét tőlünk, de aztán utána megbékélt, megbeszéltük, szépen elváltunk barátságban, és a gyártás újra beindult, úgyhogy megjöttek a csoki mikulások is. Mesélnél nekünk a szarvasokról, és ugye említetted már Rén Rudolfot. Igen, hát a Rudolf a kedvenc szarvasom, a kis piros orrával. Hát ő a 9. Sokáig nem volt befogva. Többiek nem is nagyon foglalkoztak az én Rudolf barátommal, hát mert hogy tudjátok, hogy ő a kedvencem. De egyik évben már nagyon-nagyon régen történt, hogy olyan nagy köd volt, hogy egyszerűen nem találtak el a rénszarvasok az erdőben. És akkor jutott eszembe, hogy hát ott van Rudolf, akinek az orra világít. És őt bekötöttük elsőnek, és ő világított, és szépen, olyan könnyedén elvégeztük a dolgunkat. Mind a 8-an nagyon boldogok voltak, és én is, hogy befogadták a Rudolfot. De nagyon szeretem Táltost is, a maga gyorsaságával, Íjászt is szeretem, Villámot. Hát ők így együtt az én barátaim. Én a Rudolfot is csak azért emeltem ki így, mert ő volt a kicsi, meg a kis kedvenc, akit végre befogadtak a többiek, de hát ők együtt 9-en az én egyik nagy családom. Mit csinál a Mikulás, amikor szabad ideje van, amikor kikapcsolódik? Hát amikor kikapcsolódik, akkor sétál. Sétál és beszélget. A manukkal szívesen beszélgetek, mert ők olyan jókat tudnak nekem mesélni. Velük is történnek meg furcsa dolgok, meg hát bevallom őszintén, hogy jó pár levelet ők is elolvasnak, hogy utána elmondják, hogy mi történt a gyerekekkel, de nagyon szeretek kint sétálni az erdőben, simogatni a rénszarvasaimat, amiből ugye több is van, nem csak ez a 9. Velük is szeretek foglalkozni. Hát régebben sielni is szerettem volna, de most már azért az nem megy olyan könnyen. És imádom nézegetni a csillagokat. A csillagok olyan szépek. És közöttük száguldozni a szarvasokkal. És közöttük száguldozni, az pedig olyan csodálatos dolog, így van. Egy kislány kérte, hogy kérdezzem meg, talán a mostani időszak hozta belőle ezt a kérdést, hogy lehet-e beteg a Mikulás? Volt-e beteg a Mikulás? Hát most mondhatnám azt, hogy a Mikulásnak nincs ideje arra, hogy beteg legyen. De ilyen kisebb megfázásokon kívül azért valahol lekopognám, még nem volt különösebb gond és baj. De mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ne is történjen meg. Mert mi nem írhatjuk ki azt, hogy december 6-a a Mikulás betegsége miatt elmaradt. Úgyhogy rengeteg vitamint fogyasztunk, nagyon sok almát teszünk, mert nagyon szeretjük az almát. Nagyon sok citromos mézes teát iszunk, és ezt a gyerekeknek is javaslom, mert az mindig jó, főleg ebben a nyálkás, hideg időszakban.
és talán így el lehet kerülni a betegségeket is. És persze szót kell fogadni, kezet kell mosni, a fogmosás mellett persze, tisztán kell tartani magunkat, és akkor nem lesz különösebb gond és baj. Lassan-lassan el kell, hogy engedjelek, hiszen tudom, hogy nagyon sok dolgod van még a mai napon, várnak a gyerekek sok-sok cipővel és csizmával. Mi az, amivel elköszönnél tőlük? Mit üzensz a gyerekeknek? Én nagyon szeretném, hogyha a jövőre is, meg utána levő években is várnának engem, és nagyon szeretném, hogyha továbbra is ilyen sok rajzot, képet, verset, és minden jót küldenének nekem, és én is minden jót szeretnék cserébe adni ezért. És nagyon szeretnék mindenkivel találkozni, ami most sajnos nem jöhet össze, nem fog sikerülni ebben a rossz időszakban. De hát keressenek, próbálunk, én is elkövetek mindent, hogy találkozhassunk, ha nem itt, akkor most már így a nagy új világban az interneten keresztül. Hol találnak meg az interneten a székesfehérvári nagyon, gyerekek? Nagyon rendesek voltak az én barátaim. Van itt Székesfehérváron egy hely, úgy hívják, hogy Igéző, és vasárnap onnét tudok jelentkezni, onnét tudok válaszolni a gyerekeknek, akinek kérdése van, és hát úgy tudok találkozni velük. Úgy tudok. És remélem, hogy jövőre meg tudom ölelni őket. Tehát akkor ezt az oldalt kell az interneten keresni. Igen. Ott dolgoztál eddig, és most oda is vissza kell, hogy engedjelek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Minden gyerek nevében mondhatom, hogy nagyon vigyázz magadra, drága Mikulás bácsi, mert hogy jövőre is visszavárunk természetesen. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem veletek. Szervusztok, gyerekek! Szervusztok! Jók legyetek! Szervusztok! Kedves nézőink, Fehérvári Beszélgetések című műsorunk vendége maga a Mikulás volt. Viszontlátásra!